Köszöntöm a nézőket a szóvetés következő adásában. Egy nagyon izgalmas vendéget köszönthetünk itt a stúdióban, Csányi Sándor elnök vezérigazgató urat. Szervusz elnök úr! Szervusz! Köszöntelek! Magyarország egyik meghatározó agrárvállalkozója vagy, akinek azt gondolom, hogy az agráriumon kívül is van rálátása a magyar gazdaság egészére. Ha megengedni, kihasználnám ezt az alkalmat arra, hogy egy kicsit szélesebb perspektívával tekintsünk rá arra, hogy mi történt itt az elmúlt időszakban. Ugye itt a pandémia, most azt reméljük, hogy talán már így kifutóban van, és bízunk abban, hogy nem lesz következő hullám, mert itt azért a helyzet napról napra változik, de talán annyiban mindenképpen érdemes visszatekinteni, hogy mégis milyen hatással volt ez a vírushelyzet most így az agrárgazdaságra különösen kihegyezve. Mit tapasztaltatok ti? Hát nyilván a Bonafam csoportnak a tapasztalata megegyezik a többi agrárpiaci szereplőnek a tapasztalatával, tehát azt mondhatom, hogy agráriumot talán kevésbé rázta meg ez a válság, aminek én nem tudom, hogy van-e első hulláma, meg lesz-e második, vagy ez az egész egy ingadozó, de egy hullámos folyamat. Abba bízom, hogy előbb-utóbb lesz gyógyszer és vakcina, tehát addig nem nagyon lehetünk nyugodtak, meg nem lehet teljesen visszatérni a normál élethez. De visszatérve az agrárgazdaságra, azért nyilván az, hogy a természetben szabad levegőn folyik a munkának egy jelentős része, az nagy segítség volt, hiszen védettebbek voltak a dolgozók, és hát a mi esetünkben is nyilván nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy ellássuk őket mindenféle védekező eszközökkel, és hát a irodákban pedig mi is alkalmaztuk az országszerte bevezetett home office-t. Az élelmiszer területen volt nagyobb aggodalmam, hiszen ott zárt térben dolgoznak a kollégák, és közel egymáshoz, és plusz még hideg is van. Tehát mindezek nehezítő feltételek, és láttuk, hogy néhány országban komoly fertőzések is alakultak ki. Szerencsére nálunk nem, és úgy tudom, az országban más élelmiszeripari üzemeknél se tapasztalta a COVID-fertőzést. Hát megtettük itt is, amit lehetett, a lázmérést, a tesztelést, a maszkok használatát. Úgy ütemeztük az étkeztetést, hogy minél kevesebben legyenek az étteremben. Megszaporítottuk a buszjáratokat, hogy kevesebben utazzanak a buszokon. Hát nyilván ezek egyébként extra költségeket is jelentettek. Hát ez a termelési oldal a dolognak. Hát piaci oldalon azért megéreztük élelmiszeriparba a válságot. Ugye a válság kezdetén akkor nőtt az igény, emberek raktároztak el élelmiszereket, és főleg a tartós élelmiszerek, tartós tejek és feldolgozott húsipari termékek iránt jelentős volt az igény. Azután visszaállt már így április-májusban normális szokásos fogyasztásra az ország. Úgyhogy összességében azt mondhatom, hogy az agrár élelmiszeripar ágazat az a többi ágazathoz képest szerencsésebben jött ki a válságból. Hát nyilván azért voltak olyan veszteségek, mint a hotelek, éttermekben történő fogyasztás az kisebb volt, és hát azokat a kistermelőket, vagy azokat a termelőket, akik döntően mondjuk ide szállítottak be, és nagy részt képviselt a termelésükből erre a területre adott termék, azokat sokkal érzékenyebben érintette. Akkor az input anyag ellátás az mennyire volt stabil? Mert sok helyről hallottuk, hogy azért itt is voltak izgalmas pillanatok, és sokan ocsúttak rá arra, hogy lehet, hogy az input anyag ellátás vonatkozásában a kitettségünk, például Kína vonatkozásában az nem feltétlenül jó ilyen arányban. Hát az input anyagok tekintetében mi szerencsésebb helyzetben vagyunk talán, mint mások, most a Bonafarmra gondolok, mert akár sertésbe, akár tejbe eléggé nagy mennyiségbe saját integrációba termeljük meg az alapanyagot. Szerintem ez a válság rámutatott arra, hogy a nagyon fontos az, hogy megfelelő integrációk és hosszú távú elkötelezettségek legyenek a különböző termékpálya különböző szereplői részéről, és nem csak
a klasszikus alapanyag vonatkozásába példaként szoktam mondani, hogy a Mizónál volt egy idő, amikor pár óra vagy egy nap, amikor problémának láttuk, hogy mi lesz, hogyan tudunk csomagolni tejet, mert a kupak hiányzott, minden más megvolt, az alapanyag legyártottuk, megvolt a doboz, a kupak meg hiányzott. Tehát nyilván ezeket a tapasztalatokat fel kell dolgozni, és nem szabad olyan, mert azért hiányzott, mert Olaszországban gyártották, és csomagolásnak csak a kupak része. Csak a kupak az Olaszországban készült, és állt a kamion a határon a kupakokkal. Ugye volt egy idő, amikor lezárták az olasz határt. Na most valószínű például, hogy egy szóremizónak nem szabad ilyen kockázatot vállalni, mert nem túl nagy befektetés olyan partnert találni Magyarországon, gondolom, aki ezt képes lesz legyártani majd. Tehát a termékpályáknak az észszerű rövidítése, én azt gondolom, hogy a jövőbeni feladat. Hát az egy más kérdés, hogy ugye a Covid meg a sertéspest is az teljesen összezavarta a piacot. Ha erről most gondolt, hogy beszéljünk, akkor elmondhatom. Bármiről. Mert ugye a nagy probléma elkezdődött a sertéspest is, hogy kiestek ugye magyarországi termelők számára az ázsiai piacok. Ugye nekünk is a legnagyobb piacunk Kína volt, Kína, Japán, Dél-Korea, ami a sertéspest is bejelentésekor gyakorlatilag elveszett Magyarország számára. Annak ellenére, hogy csak bizonyos régiókban van még mindig sertéspest is, és csak a vaddisznó állományban, nincs az ázsiai állományban. És hát vannak olyan országok, ahol szintén jelen van, és nem jelentették be. Tehát itt én úgy érzem, hogy kicsit elhamarkodtuk a dolgot, tehát ez már egy nagy piacvesztés jelentett. Utána jöttek a zavarok abból, hogy Kínában is megjelent a piac, a afrikai sertéspest is. Emiatt egyre többet importáltak. Emiatt fölment Magyarországon a sertésnek az ára, ugyanakkor a magyar piacon ez az élelmiszerek árában ez nem tudott beépülni, nem tudtuk érvényesíteni. Azt követően a Covid megjelent Németországban, egy csomó Kínába szánt termék, meg miután oda már nem tudták a Covid miatt szállítani, megérkezett Magyarországra, akkor még inkább lenyomta az élelmiszer árát, tehát ilyen szempontból piaci zavarokat okozott ez a Covid is, meg hát nyilvánvalóan a pest is, úgyhogy nem volt rossz éve a sertéstenyésztőknek, de a húsiparnak viszont elég rossz éve volt. Hát a mohácsi vágóhidunk az beleesett ezekbe a negatív hullámokba, mindnek a hátrányait élvezte idézőjelben. De egyébként ez hosszú távon hogy látott kisimul? Tehát azért, mert azt gondolom, hogy minden gazdasági tevékenységnél vannak olyan periódusok, amik valószínűleg elkerülhetetlenül egy hullámvölgyet jelentenek, de kérdés az, hogy hogyan tovább. Hát én abban bízom meg, talán vannak is most jelek, hogy talán a sertések ára egy kicsit megy vissza, meg talán egy részét az áremelkedésnek, mert minket még külön sújtott az, hogy nem csak fölemelkedett euróba az ár, még közben a forint is gyengült, tehát Magyarországon még jobban megdrágult az élő sertés, mint Nyugat-Európába. Miközben persze a magyar piacon is kell versenyezni nyugat-európai beszállítókkal, tehát ilyen szempontból nem volt egyszerű év, de most úgy tűnik, mintha kezdene helyreállni a dolog. Attól függ nyilvánvalóan minden, hogy ez a többlet ez milyen gyorsan kerül levetetésre, ami Németországba megtermelődött, és nem tudták végül kiszállítani Kínába. Igen, az idei az egy izgalmas esztendő itt az aszály, vagy most ugye az aratás körül a csapadék, ugye az említett sertéspesti, de pest is, de hát ne feledkezzünk meg a madárinfluenzáról sem. Ugye erre jött rá. Elvileg elég. Annak vége van állítólag, úgyhogy... Ámen, úgy legyen. De ugye erre jött rá ez a Covid járvány, és ez azért itt nagyon nehézzé teszi, hogy elkülönítsük, hogy melyiknek milyen hatása volt az adott gazdasági egységre, hogy akkor most mi miatt alakultak így a dolgok, meg ráadásul ugye ezek így össze is fonódnak, össze is fésülődnek. Izgalmas kérdés, azt gondolom.
Egy picit hadd térjünk ki oldalra, ez egy kíváncsiság bennem, hogy mondjuk egy ekkora cég, mint a tiétek, ami nem tudom, de sejtem, hogy a kritikus infrastruktúra részévé vált itt a pandémia alatt, ez befolyásolt egyébként bármiben a működéseteket, hisz több helyre lehetett olvasni, hogy effektív katonai jelenlét mellett kellett dolgozni. Hát a Bonafarmnál is volt valami katonai parancsnok, és sőt, hát ugye van nekem érdekeltségem az egészségügybe, a Budai Egészségközpont, és ott is volt katonai parancsnok nekünk pozitív volt a tapasztalatunk, tehát ők tényleg nem a szakmai munkába szóltak bele, meg a piaci folyamatokba, hanem segítették az zökkenőmentes működést. Például az a kupak mizériának a megoldásában is részt vettek, vagy a különböző kritikus mennyiségben rendelkezésre álló anyagok beszerzésébe segítettek, ilyen védekező anyagok beszerzésébe. Tehát nekünk pozitív volt a tapasztalatunk. És mit érzékeltetek a munkaerőpiac oldaláról? Ugye nagyon sok esetben hallottuk azt, hogy jó képzett magyar munkaerő, csak hogy mondjuk visszacsatoljak a Mohácsi Vágóhídra, az elment nyugatra, és hentesekre pedig kifejezetten igaz volt ez az állítás. Azt gondolom, talán az egyik legnagyobb arányban az országon kívül dolgozóknak ez a szakmadja a számosságát. És itt ugye, amikor a pandémia miatt nagyon sok országban korlátozták a külföldieknek a munkavállalási lehetőségeit. Most ezt mennyire EU-konform módon, meg mennyire sem, ezt most hagyjuk, de többen hazajöttek. Adott nektek ez lehetőséget arra, hogy közülük néhányat itthon tartsatok? Vagy egyáltalán volt ilyen szándék? Nem volt, és megmondom miért, mert ugye amikor indult a Vágóhíd, akkor effektíve nem volt elég hentesünk, tehát kritikussá vált, hogy egyáltalán munkaerő hiány miatt meg tudjuk-e old. Azután emiatt aztán 1 milliárd forint per év többletköltség is jelentkezett a munkabéreknél, mert végül hoztunk haza henteseket, és már a pandémia előtt már több jelentkező volt nálunk, akit nem tudtunk fölvenni, tehát nem volt már munkaerő hiány. Nyilván egy munkáltatónak az jobb, hogyha nagyobb a kereslet, meg a dolgozók is érzik, hogy pótolható kapacitásról van szó, de és egy-két jobb tapasztalattal bírót fel is vettünk, meg minőségi cserét mondjuk végrehajtottunk, de többletlétszám nem merült fel, hogy többletlétszámra szükségünk lenne a pandémia alatt, ezért nem nőtt a létszámunk, amiatt, hogy több a jelentkező volt. És más ágazatokban tapasztaltál ilyesmit? Én a agráriumban, élelmiszeriparban nem, egyébként más ágazatokban, például a hotel, vendéglátás, események szervezés, ezen a területen a zenészek, azok napirenden vannak, ugye, hogy szegényeknek még ma sincs elegendő munkájuk, de jöttek haza külföldről fiatal közgazdászok is, jogászok is, tehát több fiatal érkezett Magyarországra. Persze ez részben persze összefügg a angolok EU-ból való kilépésével is, tehát nehéz megkülönböztetni ezen a területen a Covid vagy a kilépésnek a hatását. Jó. Elnök úr, evezünk egy másik irányba. Az elmúlt időszakban volt egy nagyon izgalmas kérdés a parlament előtt, ez a mintagazdaságoknak a kérdése, és hát azért több helyen előjött a kérdés, hogy miért van erre szükség, miért akar az állam mintagazdaságokat még létrehozni, azokat tovább erősíteni, ha úgy tetszik. És ebben azt gondolom, hogy a ti véleményetek, akik ebben érintettek vagytok, tehát a legkevesebb szer hangzik el, hogy ti hogy éltétek meg ezt, hogy milyen lehetőséget láttok ebben, vagy miért gondolhatjuk azt, ha gondolhatjuk azt, hogy ez a teljes magyar, most maradjunk az agráriumnál, agrárgazdaságnak az érdekeit tudja szolgálni? Hát én nem, annyira nem szeretem a mintagazdaság szót, inkább az integrátort szeretem, és mindig azt mondtam, és azt képviseltem már hosszú évek óta, hogy integrátorokra szükség van a magyar mezőgazdaságban. És ennek több oka is van. Hát kezdjük talán azzal, hogy Nyugat-Európában is
a szövetkezeti alapon szerveződtek 200 évvel ezelőtt már olyan láncok, ahol a szövetkezetek elkezdtek élelmiszeripari üzemeket birtokolni. De ennek látható és ma inkább jellemző a fordított formája, amikor elkezdik az élelmiszeripari szereplők a saját beszállítói termelési láncokat kialakítani az alapanyag biztosítása érdekében. Most mind a két út járható, tehát egyik se jobb, mint a másik, csak talán ez a második az gyorsabban tud megvalósulni, szervezettebben történni. Tehát én azt gondolom, hogy megváltozott, a végét nézve megváltozott a kereskedelemnek a szervezete. A régen a élelmiszeripari kereskedelemnek a 90%-a az ilyen kisebb boltokba. Sarki fűszeres, ahogy tetszik. Igen, ABC-kbe, meg ilyen kisebb boltokba került lebonyolításra. Ma a 90%-a nagy kereskedelmi láncokba kerül a termékeknek értékesítésre. És ott ezek a láncok egyrészt igénylik a biztos és állandó biztos mennyiséget és az állandó minőséget egyrészt. Másrészt ezekben a láncokban nem helyi termelők vetélkednek, hanem a magyar termelőknek nemzetközi termelőkkel kell megküzdeni, azok termékeivel. Itt csak úgy lehetünk versenyképesek, hogyha az egész lánc az alapanyag termeléstől az élelmiszer előállításig nagyon hatékony, mert eurócenteken múlik, hogy most magyar kolbászra tudsz, vagy olasz, vagy spanyol, vagy így tovább. Tehát, na most ahhoz, hogy egy termelőnek meglegyen a megfelelő alapanyag ellátása, és hatékony legyen a alapanyag előállítás, és még a termelő is keressen, ahhoz az kell, hogy egy komoly tudással rendelkező integrátor a fajtába, a technológiába, a gyógyszerezésbe, ha kell gyógyszer, mindezekbe segítséget nyújtson. Nem lehet elvárni egy termelőtől, aki egyedül van és előállított 600 sertést, hogy ugyanazokat az ismeretekkel rendelkezzen, mint egy integrátor, akinek kötelessége követni, hogy merre fejlődik a világ, milyen új technológiák kerülnek be a piacra. Na most, ha én azt gondolom, hogy az a jó megoldás, ha egy hosszú távú elköteleződés van, egyrészt biztonságot jelent a húsiparról beszélek, a húsiparnak, hogy van egy biztos beszállítói háttere, és biztonságot jelent az integráltnak, aki lehet társas vagy egyéni vállalkozás, és mert tudja, hogy hosszú távon van biztos piaca, és főleg a korrekt az elszáma, és azt mondom, például a Bonafarmra nem lehetett még e tekintetben panaszt hallani, pedig több mint 100 beszállítóval dolgozunk együtt, mert akkor tud fejleszteni. Tehát tud a legkorszerűbb technológiába investálni, mert tudja, hogy 3, 5, 8 év múlva is el tudja adni a termékét. Én ezekben hiszek, ezekben az együttműködésekben. És ha megnézzük a 60-as, 70-es éveket, amikor szerintem a fénykora volt a 70-es években a magyar mezőgazdaságnak, meg a 80-as évek elején, amikor egy valóságos forradalom zajlott, nem csak Magyarországon, hanem a világban és az agráriumban, amikor elkezdődött az agráriumban az iparszerű termelés szinte, ott is megvoltak az integrátorok. A Bábolna, meg a Bábolnai Akadémiát, tehát azok voltak, akik képezték a különböző termelőket, vagy ott volt a Nagisz, régen Nádudvari Vörös Október TSZ, hát ezek olyan tudást közvetítettek, és valójában integráltak. Tehát ezt nem lehet megkerülni. De én azt gondolom, szemben a jelenlegi helyzettel, hogy szükség lenne legalább egy 30-40-50 nevezzük mintagazdaságra az országba, akik összefogják a termelői csoportokat, kialakulnak az együttműködések, és nagyon fontos, hogy ma már komoly élelmiszerkereskedő megköveteli, hogy biztosítva lássa, hogy a földtől a polcig honnét jött az az élelmiszer, milyen alapanyagból készült, hogy készült, és hogy valóban
megfelelő biztonsági, élelmiszerbiztonsági követelményeket betartották ezek a, akár az alapanyag, akár a élelmiszer termelésnél a résztvevők. Hát ezt nem tudják, ezt nem tudja egy egyedül egy kis termelő. Most ez nem azt jelenti, hogy kis termelőkre nincs szükség, mert lehetnek olyan speciális termékek, lehetnek olyan térségek, ahol egy-egy kis termelő jól tud boldogulni, de aki ezekben a nagy láncokba akar beszállítani, és akiknek tömegterméket állít elő, ott szerintem biztonsággal csak akkor tud létezni, ha egy integrációban működik. A 20 évnél hosszabb bérleti időtartam, az beruházási oldalról érthető meg, vagy miért van szükség egy hosszabb időtartamra? Ugye ez a tapasztalatunk rengeteg, mint bank, rengeteg mezőgazdasági vállalkozót finanszírozunk. Még támogatásokkal együtt is egy mezőgazdasági beruházásnak átlagba, de öntözés esetén még hosszabb az idő, 11-12 év a megtérülés ideje. Most, ha valakinek van egy 20 éves bérlete, hát a 8. évnél egyrészt már nem érdemes neki beruházni, mert nem tudja, hogy majd élvezi ennek hasznát. A bank meg nem finanszírozza meg, mert nem tudjuk, hogy mi lesz. És láttuk itt a földértékesítéseknél, hogy meglévő öntözési infrastruktúrák semmisültek meg, vagy rozsdásodnak ott kihasználatlanul a földeken. Tehát ahhoz, hogy egy mezőgazdaságban valaki jelentős pénzeket tegyen, ahhoz hosszabb távú bérleti időre van szükség, mint 20 év. Az egy más dolog, ha kizárólag növényt akar termeszteni, búzát, kukoricát, és akkor öntözni meg nem akarja, a traktorral meg arrébb tud állni, meg el tudja adni, hogyha legközelebb nem kapja meg a földet. De komoly az agrár infrastruktúrát érintő beruházásokat csak akkor lehet végrehajtani, hogyha a hosszabb bérleti idők vannak. Tehát akár megfontolandónak gondolnád azt is, hogy bizonyos tevékenységeknél, bizonyos beruházásoknál adott esetben ennél a merev 20 évnél én adott biztos, esetben hosszabb az, idők azoknak, is. Azoknak, akik állattenyésztés is folytatnak, vagy hajlandók jelentős öntözési beruházásokat, ami most napirenden van végrehajtani, ott én biztos, hogy a 20 évet megnövelni. Uh-huh. Tehát ez nem egy mintagazdasághoz feltétlenül ez kötődő nem, ez dolog kell, bárki, hogy legyen. Bárki, aki beruház, csak ugye a mintagazdaságnak azért van egy másik jellemzője, hogy ha megnézed, most akkor nézzük a Bonafarmot, ott a legkorszerűbb technológia van mindenben, állattenyésztésben, növénytermesztésben, mindenben. Tehát ott még fokozottabb, hogy úgy mondjam, a kitettség egy rövidebb bérleti idő esetén. És a mintagazdaságnak ugye a neve az azt mutatja, hogy egy mintaként kell, hogy szolgáljon. Egyébként, ha valaki felhív benneteket azzal, hogy szeretné megnézni, hogy itt mi történik, mik a működési tapasztalatok, akkor ő milyen választ kap? Hát mi bárkinek szívesen megmutatjuk, sőt, hát ne felejtsük el, hogy a cégcsoporthoz tartozik a Kite is, és hát igazából a technológiát a Kite szállítja többségében nekünk, a Kite meg rendszeresen tart a mezőgazdasági vállalkozóknak, termelőknek különböző bemutatókat, meg konferenciákat. Tehát, és ugye Kiténél működik egy innovációs főosztály. Gyakorlatilag sokan beszélnek a precíziós gazdálkodásról, de a valódi precíziós gazdálkodás a Kite eszközök révén lehet folytatni, hiszen nem csak műholdról történik a jelvétel, hanem a műhold ról való jelet egy ilyen rövid hullámon továbbítja a Kite a traktoroknak, és így nem fél méteres nyomtávkülönbséggel tudnak működni, hanem ott megy pár centiméter eltéréssel fél év múlva is a traktor, ahová lerakták. Tehát és nem véletlen, hogy a Debreceni Egyetemnek ez a precíziós gazdálkodással kapcsolatos, agrárinnovációval kapcsolatos oktatása az a Kiténél kihelyezve valósul meg. Tehát nekünk az az érdekünk, hogy mindenki minél hatékonyabban termeljen. Akkor nem kell félni a kicsiknek attól, hogy a mintagazdaság az azért alakult, hogy beszűkítse a lehetőségeit. Ha jól értem, akkor ti inkább azt az elvet valljátok, hogy próbáljunk meg együttműködni és együtt sikeresnek lenni. Persze, hát nyilvánvaló, hogy egyébként nem lenne már most is több mint 100 beszállítónk, akikkel tényleg mondhatom, évek hosszú
sora után, hogy zavartalan a kapcsolatunk, és hát szeretnénk még több ilyen kis gazdaságot integrálni, ami nem egy gyarmatosítás, még egyszer mondom, hanem tudástranszfer és biztos piacnak a biztosítása. Ezt köszönöm, hogy visszatértél, mert ide fel is írtam magamnak, de majdnem elfelejtettem, hogy említetted ezt a 100 beszállítót. Vannak jelentkezők? Tehát jó híre van a cégnek? Tehát persze. Szívesen jelentkeznek mások is, hogy igen. Ebben az együttműködésben én is részt vennék? Igen. Igen. Tehát akkor az élet azt igazolja, hogyha jól értem, hogy ez egy valóban működőképes modell. Működő forma, mindig mondom, hogy nem engem kell kérdezni erről, hogy jó-e a mintagazdaságban az integráció, hanem azokat, akiket integrálunk. Uh-huh. Tudnak fejleszteni, biztos piacuk van, korszerű tudásra is rendelkeznek, tehát ha most felbontja majd a szerződés, vagy lejár a szerződés, akkor is egy más minőségű munkaerő, vagy vállalkozó lép ki egy másik piacra, mint ahogy hozzánk megérkezett. Egy más kontextusban említetted ezt a termőföldtől az asztalig kifejezést, ugye, hogy megkövetelik bizonyos kereskedelmi láncok, de ugye ez a termőföldtől az asztalig, az a farm to fork, ez itt az Európai Uniós viszonyrendszerben, ez ugye most új értelmet nyert, ugye érdekes megfogalmazások láttak napvilágot, például, hogy a növényvédőszereket 50%-kal kell csökkenteni, az antibiotikumot 50%-kal kell csökkenteni 2020-tól 30-ig, és itt az az általános álláspont, hogy ezek nagyon szép, de valójában teljesen vállalhatatlan és teljesíthetetlen kitűzések. Ugye mindig jól van ambiciózus cél, de ugye az ambiciózus cél az akkor jó, hogyha azért legalább a minimális esélye megvan arra, hogy ezt elérjük. Mit gondolsz egyébként, ezzel mit kell kezdjen a magyar agrártársadalom ezekkel a célkitűzésekkel? Hát ugye a probléma az, hogy ezek európai célkitűzések, és egységesen kívánják alkalmazni, miközben most hallottam egy illetékestől, hogy Hollandiában háromszor annyi műtrágyát használnak fel most. Hektára gondolom. Hektára, mint Magyarországon. Na most ott, ha ezek a célkitűzések teljesülnek, akkor ez nem olyan nagy probléma. Ha nálunk, akkor is másfélszer annyit. Ha nálunk az egyből kell ilyen mértékű csökkentést végrehajtani, ugye, mert annak idején, mikor EU-hoz csatlakoztunk, ezt írtuk alá. Hát akkor az nagy probléma. Tehát én azt remélem, hogy figyelembe nem abszolút érti, nem úgy határozzák meg, hogy 20 vagy 50%, hanem az lenne a jó, azt mondanák, hogy egy hektára mennyit lehet felhasználni. És ha így határoznák meg a mértékeket, ilyen csökkentések mellett is akár még többlet felhasználásra is mód lenne. Igen, tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés, ez a fűnyíró elv, ez itt nem fog működni. Ez olyan, mint a költség megtakarítás, hogyha egy szervezetbe kihirdetik, akkor az, aki pazarolt, az könnyen végrehajtja, aki meg takarékosan gazdálkodott, az meg lehetetlen helyzetbe kerül. Ugyanolyan lépés. Egyetértek. Egy következő témát hadd dobjak ide, ami nem is feltétlenül új téma, hogy mik azok a területek, amiben úgy érzed, hogy van potenciál a magyar agrárgazdaságban? Most nem feltétlenül üzleti titokra akarok itt fényderíteni, de mi az, amiben azt gondolod, hogy érdemes beruházni? Mi az, amiben esetleg ti is foglalkoztok azzal, hogy érdemes tovább erősödni? Mi az az irány, ami közép-hosszú távon jó eséllyel a megtérülés reményével kecsegtet, amikor az ember belevág? Hogy egyszer megjelent egy cikk, ahol írtak rólam, nem régen, vagy 10 éve, és akkor a modern Robin Hoodhoz hasonlítottak. Azt mondták, hogy olyan vagyok, mint Robin Hood, aki azt a pénzt, amit elveszek a bank révén az emberektől, egy részét gondolják, hogy hozzám jön, azt visszaadom az élelmiszeriparon keresztül, mert ott meg veszteséget realizálok. Tehát ilyen szempontból nem tudom, hogy még mindig, még a családban is vannak néhányan, akik megkérdőjelezik, hogy vajon észszerű lépés volt-e ilyen mértékben élelmiszeriparba, agráriumba investálnom. Hát én remélem, hogy észszerű lépés, mert mindig az olajhoz szoktam hasonlítani. Hogy a 60-as, 70-es években, amikor az igények ugrásszerűen megnőttek, és megnőtt az olajár és az energiaszektor, az jó jövedelmet tudod generálni, ugye az is annak tudható,
volt, vagy megnőtt az autók száma, az ipar fejlődése, így tovább. Na most ugye rohamosan nő a világ népessége, és főleg azokon a területeken nő, Ázsiába, ahol kevés a termőföld. Tehát ennek előbb-utóbb érezni kell a hatását, és nagyon jó piac is volt Ázsia, a afrikai sertéspest is előtt, meg a Covid előtt. Tehát én továbbra is azt mondanám, hogy bízom abban, hogy aki Magyarországon hatékonyan tud alapanyagot előállítani, és az élelmiszeriparban korszerű technológiát alkalmaz, az előbb-utóbb jó jár. Na most persze ezt ki kell bírni. Na most merre megy a világ? Szerintem ugyanolyan forradalom zajlik, mint a 70-es években, amikor ez a iparszerű termelés elkezdődött. Most itt a precíziós gazdálkodás, ami jelentősen meg tudja növelni a húzamokat, lecsökkenteni a termelésnek a költségeit. Folyik a robotizáció, ami nagyon fontos az élelmiszeriparban, de adott esetben az állat tenyésztési munkáknál is egy jelentős részt ki tud váltani. A digitalizáció, mint ilyen ködös fogalom, de mi látjuk, hogy mit jelent az, amikor például a bankban sok százmillió vagy ezer milliárd adatból dolgozunk, és eljutunk oda, hogy akkor tudjuk, hogy Győrsi Balázsnak mit kell ajánlani, milyen terméket, amire biztos, hogyha küldünk egy ajánlatot, akkor pozitívan fog reagálni. Ugyanúgy kell feltérképezni a rendelkezésre álló információkat, és tudni azt, hogy mit kell termelni, hogy kell előállítani, és így tovább, mi az, amivel tudunk a piacon teret nyerni. Tehát digitalizáció, robotizáció, öntözés, meggyőződésem, hogy az öntözés egy alapkérdés, és ha igaz az, én nem számoltam utána, de ilyen szájhagyomány útján terjedő 50%-át használjuk ki az agrárpotenciálnak, akkor azt mondom, hogy öntözésben meg a 10%-át se. Egyik legérthetetlenebb dolog, hogy ez miért nem került jobban előtérbe. Itt például nagyon fontos a birtokméret az öntözésnél. Tehát, hogy mert akkor lehet gazdaságosan öntözni, és hát nagyon fontos az is véleményem szerint, hogy az egészség az a következő időszaknak egyik kulcskérdése lett volna, akkor is, ha nem lett volna Covid, de most még inkább. Tehát biztosítani kell, hogy olyan alapanyag legyen, ami hormonmentes, valóban fontos az, hogy minél kevesebb növényvédőszer legyen, de annyi legyen, hogy maradjon termék, vagy termény a aratása, ne egyék meg a rovarok, tehát meg kell találni az optimális menetrendet. És hát én azt gondolom, hogy ahogy látom, nyilvánvalóan a baromfi ipar az, ami talán pont azért, mert Ázsia növekszik, ahol nagyobb igény van kacsára, csirkére és így tovább, az egy fontos fejlődő piac, az, és én bízom továbbra is a tejiparban, mert bár sokan ugye beszélnek ellene, és néha egy pohár tej jelenti az egészséget, máskor meg azt jelenti a puffadást, meg a mit tudom én mit, de én a tejiparban továbbra is bízom, mert egy olyan anyag, ami rengeteg olyan ásványi anyagot tartalmaz, ami a szervezetnek szükséges. Úgyhogy összességében úgy nagyon nem emelnék ki ágazatot, mert egyébként meg hiába beszélnek a sertés hús ellen sokan, meg általában a vörös hús ellen sokan, én úgy látom, hogy azért továbbra is szeretik, és ha meg kell néznem, hogy egy lazacot egyek, vagy egy jó csürköt, akkor legfeljebb tudatosan eszem a lazacot néha, de leginkább a csürköt választom. Tehát én bízom abban, hogy azért ezek a emberi szokások, ezek évszázadok alatt se változtak nagyon, hogy jövőbe se fognak változni. Tehát akkor alapvetően azért így most így ki nem mondtad, de az optimizmus azért kicsengett a szavaidból, tehát hogy azért látsz perspektívát, és... Igen, de csak akkor, hangsúlyozom, amit mondtam múltka, valaki hatékonyan képes termelni. Uh-huh. Tehát itt már nem fér bele az, hogy 4-5-10 centtel drágában állítok elő egy kiló élő sertés húst, és akkor is majd valaki megveszi. Nem veszik meg, mert ahová visszük,
ahol a végén a termék kerül, ott nagyon éles verseny van. És ahogy mondtam, nem csak a hazai termelők között, hanem a világpiaci termelők versengenek a magyar Tesco-ba való bekerülésén. Tehát akkor záró gondolatként megfogalmazhatjuk azt, hogy fel kell kötni a gatyánkat. És, hogyha... és együtt kell működni. Igen. Kicsiknek, nagyoknak egyaránt. Ezzel akartam zárni, de akkor ez egy nagyon jó végszó volt. Valóban együttműködés, korrekt együttműködés, jó, hatékony technológiák, és akkor ebben azt gondolom, hogy könnyen egyetértünk, akkor van értelme és van jövője a mezőgazdaságnak és az abban fektetett munkának. És akkor érdemes finanszírozni is. Így van, hogy akkor egy másik lábát is. A bankról se feledkezzük. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltél azzal, hogy itt voltál velem. Remélem a kedves nézők, hallgatók is élvezték ezt a néhány percet. Igyekszünk, hogy a következő alkalommal is egy izgalmas témát és egy hasonlóan jó beszélgető partnert tudjunk hozni.